Jó reggelt kívánok 2023. április 13-án, csütörtökön. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük, hogy Te Ura vagy az időnek is, a múló időnek és az egyszeri pillanatnak is, és köszönjük azt, hogyha nem vesztegettük el a lehetőségeket, az alkalmakat. Köszönjük azt, amikor megláttatod velünk, hogy mi az, amit tennünk kell. Így köszönjük meg neked az éjszakai pihenésnek a lehetőségét. Így köszönjük meg neked azt, hogy kirendeled mindazt, amire szükségünk van, akár testileg, akár lelkileg. Kérünk, hogy ne tekints a mi alkalmatlan voltunkra, hanem adj nekünk halló fület, hogy megértsük a te ígédet, hogy mi az, amit üzenni akarsz nekünk személyesen. Köszönjük, hogy meg vagyunk váltva az Úr Jézus Krisztusban, és így a te gyermekeid lehetünk. Add, hogy ehhez méltón élhessünk is. Kérünk szent lelkeddel így újíts meg minket, erősíts meg minket, és vezess bennünket, most is, hogyha jónak látod. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom. Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt levele, negyedik részének az első 6 versét a következőképpen. Ti urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben. Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk Krisztus titkát, amely miatt most fogó is vagyok, hogy azt úgy hirdethessem, amint szólnom kell róla. Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel, beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, a tegnapi ige szakaszból még maradt itt egy vers, különböző felosztások másképp hozzák, ami még arról beszél, hogy az ember és ember közötti viszonyban hogyan is kellene működnie a dolgoknak, és hogy szó volt arról, hogy a munkáltatónk, az a mindenható Isten, neki tartozunk megfelelni mindazzal, amit teszünk, hogy azt valóban úgy tegyük, jó lélekkel, jó szívvel, jó lelkiismerettel, hogy neki tesszük, mert nem embereknek akarunk tetszeni, neki akarunk megfelelni. És igaz, hogy nem tudunk abban a tekintetben megfelelni, hogy eleget tegyünk annak, hogy büntelenné legyünk, de meg tudunk abban felelni, hogyha mindazt megtesszük, ami tőlünk telik. Nem a bűn tekintetében, annak nyilván az elhagyásában és megbánásában, hanem a munkavégzés tekintetében igenis megtesszük, ami tőlünk telik. És éppen ezért azt is elmondja más itt az ige, hogy méltó a munkás a maga bérére, és éppen ezért méltányos bért kell neki fizetni. Ebből most nem érdemes vitatkozni, hogy mi a méltányos, mi az elég. Azt gondolom, hogy az Úristen kirendeli azt, ami szükséges, ami elégséges. És azok, akik pedig úgymond urak abban a tekintetben, ami akkor a rabszolga feletti úrságot jelentette, ma talán azt mondanánk, hogy munkaadók, nekik pedig mindig számolni kell azzal, hogy nekik is van uruk a mennyben, és ők is elszámoltathatóak kell, hogy legyenek, és ő felé is meg kell tudni felelni, hogy hogyan bánunk a ránk bízottakkal. Ugyanakkor tovább megy, és beszél az imádkozásról, ami úgy gondolom kiemelkedő fontosságú a keresztény ember életébe. Mondhatnám azt is, hogy aki nem imádkozik, az nem is vallhatja magát keresztény embernek. Mert hogy az imádás fejeződik ki benne, és az, hogy mindaz, ami bennem van, azt elmondom Istennek. És nagyon fontos, amit itt mond Pál apostol, hogy az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek. Károli még azt mondja, hogy az imádságban álhatatosok legyetek, vigyázván abban hálaadással. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az imádság az nem csak kérés, hogy folyamatosan csak kérek, hanem köszönetmondás is. Megköszönöm mindazt, amit Isten adott nekem, mert hálás vagyok. Nem árt, hogyha néha odafigyelünk arra, hogy az imádságainkban mennyi a hálaadás, és mennyi a kérés. Nehogy Istent egy automatának tekintsük. Mert azt gondolom, igenis, van miért hálásnak lennünk minden nap. Azt mondja, hogy kitartóak legyetek. Ez olyan
szó, ami azt fejezi ki, hogy odaállni, folyamatosan ott lenni. Talán emlékszünk még arra, amikor Isten népének meg kellett küzdenie az ellenséggel, és Mózes folyamatosan imádkozott azért, hogy ez sikerüljön. És amikor elfáradt, nem tudta már a kezét az imádságban tartani, akkor Áron és Húr odaálltak Mózes mellé, hoztak egy követ, amire leültették, és ők segítettek, ők tartották a kezét Mózesnek, hogy tudjon kitartóan imádkozni. Mert igen, van, hogy az imádságba is bele lehet fáradni. Hogyha kérem, hogyha mondom, miért nem adod meg Istenem, főleg, ha olyat kérek, ami a te országod építését szolgálja. Azt mondja Pál, hogy ne fáradjunk bele. Ne fáradjunk bele a szeretteinkért való imádkozásba sem. Ne fáradjunk bele az ébredésért való imádkozásba sem. Mert még ha az Úristen késlelteti is, nem is teljesíti azonnal, oka van rá. Ő tudja jól, hogy mit miért tesz. Azt mondja, hogy vigyázván abban hálaadással. Tehát igenis, a hálaadás legyen kiemelt jelentőségű, és akkor nem lesz gond azzal, hogy tudom-e imádságban Istent dicsérni és dicsőíteni. Miért is imádkozzunk? Ott is abban a helyzetben Pál kiemeli, hogy ő érte különösképpen, és ma talán azt mondanánk, imádkozzatok az ige hirdetőkért, a lelkipásztorokért és nem lelkipásztorokért, akik hirdetik valamilyen módon Istennek az igéjét, akik tudnak, mernek bizonyságot tenni róla. Mert hogy nem természetes dolog, hogy mindenki megérti az igét. Számomra is meglepő, de új volt az, amikor azt olvassam, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját. Azért újdonság, mert sose gondoltam még bele, hogy az igének van ajtaja. És az alapvetően nem feltétlenül van nyitva. Lehet hálát adni azért, amikor megértem az Isten igéjét, és kérni kell, hogy ő nyissa meg mindannyiunk számára az igének az ajtaját, hogy valóban azt értsük rajta, amit ő akar nekünk mondani. Igenis szükséges imádkozni az ige hirdetőkért, hogy ne fáradjanak bele, ne adják fel, hiszen roppant kevés a visszajelzés. De mit is kell szólniuk az ige hirdetőknek? A Krisztus titkát. Igen, valóban titok. Azért titok, mert megmagyarázhatatlan az a szeretet, amivel Isten szeret minket, hogy hajlandó önmagát büntetni a mi bűneinkért, és utána igaznak nyilvánítani, elfogadni a kegyelmet, az is Istennek az ajándéka, de ehhez az szükséges, hogy meglássam, hogy Krisztus mit tett értem. Mindaddig titok marad, amíg a leplet az Úristen a szemünk elől le nem veszi. És ő azt szeretné, hogy mindnyájan üdvözüljenek mindenki. Téged is szeretnélek ott látni a mennyben, aki hallgatod ezt az áhítatot. De ehhez szükséges, hogy keresd az Istent. Szükséges, hogy komolyan vedd, hogy tényleg érted és helyetted halt meg Jézus Krisztus a kereszten. És aki ezt elfogadja, aki kéri a bűneinek a bocsánatát, annak ő meg is adja a bűnbocsánatot, az örök életet, és nem emlékezik többi a vétkekről, eltörli azt. Onnantól kezdve már megigazított bűnös emberként élhetjük az életünket felszabadultan, megszabadultan. Azt mondja, hogy amikor ezt megértjük, akkor onnantól kezdve bölcsen kell viselkednünk a kívülállók iránt. Kik a kívülállók? Azok, akik még a hiten kívül vannak. Isten tud bölcsességet adni, hogy mikor is, mit kell tenni. Persze ezt is lehet, és kell is kérni tőle. A lényeg azonban abban van, amit ezután mond. A kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Régebben B.S.N. Károli szerint úgy van, a jó alkalmatosságot Áron is megváltván. Másit azt olvassuk, hogy Áron is megvegyétek az alkalmakat, mert az idő gonoszak. Mit jelent ez? Az, amiről itt szó van, ez az alkalom, az a szó a görögben, ami az egyszeri pillanatot fejezi ki, a soha vissza nem térő alkalmat. Olyan ez, mint amikor valakinek felkínálnak egy állás lehetőséget, vagy meghívják egy konferenciára, de még inkább olyan ez, amikor valaki először kezdi megsejteni az Isten szeretetét, és megérezni, hogy ő téged hív. Azt akar, hogy te megtér, te átadd az életed neki. Ne halogasd ezt a döntést, mert lehet, hogy soha vissza nem térő alkalom. Vajon mit vagyunk képesek egy-egy Istentől kapott alkalomért megtenni, vagy éppen beáldozni? Olyan sok mindenre áldozunk. Pénzt, időt, energiát. Te mit veszel meg? Mit veszel meg? Miért vagy hajlandó küszködni, gürizni?
Vajon hajlandó vagy arra is, hogy időt szakíts Istenre, a vele való közösségre? Vajon kihasználod ezeket az alkalmakat? Amikor erről a szóról van szó, azt is lehet mondani, hogy amikor a piacról kivásárolnak egy rabszolgát, azt jelentette. Amikor oda megy valaki, meglát egy rabszolgát, és azt mondja, hogy őt megveszem. Ez tőlünk már távol áll a modern világba. Viszont amikor megvet valaki egy rabszolgát, akkor felszabadíthatta, és ez a lényeg, hogy Jézus megállt, meglátott téged, és azt mondja, téged megveszlek, felszabadítalak. Ez a megváltás. Ezt a szót használja itt is, hogy valahogy így kellene tekintenünk a lehetőségekre, hogy hajlandóak vagyunk akár áldozni is érte. Végül azt mondja, beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. De kár, hogy mi magyar emberek nem vesszük ezt komolyan. Nagyon nem sóval van fűszerezve a beszédünk, hanem nagyon sok esetben trágár és ocsmány szavakat használunk. Akit az Úr Jézus megtisztít, azt meg tudja ettől is szabadítani. Hogy ne kelljen többé olyan szavakat használni, amik bántják nem csak az emberek, de Istennek a fülét is. Vigyázz hát a beszédedre is. Ne csak ma, hanem minden napon. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyán, köszönjük neked a lehetőséget, hogy téged választhatunk, mert te már választottál minket. Megláttál minket, és azt mondtad, hogy ezt megveszem. Hogy becsesnek és drágának tartasz minket, és hajlandó vagy kivásárolni a bűnnek a fogságából, hogy többé ne legyünk szolgák a bűnnek a rabszolgái, hanem Krisztusban szabadok. Adunk, hogy tudjuk ezt a szabadságot megbecsülni, hogy ne váljon szabadossággá, és tudjunk ellenállni a gonosz különböző kísértéseinek. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy köszönetet mondhatunk. A családunkért, a szeretteinkért is. Hálát adunk azért, hogy te nem hagysz minket olyan terhekkel megterheltetni, amit ne tudnánk cipelni, még akkor is, hogyha olykor nehéz. És hálás vagyunk azért, amikor szép és jó napok vannak. Köszönjük, Istenünk, hogy a te igédnek van üzenete a számunkra. Kérünk azt, hogy aszerint is tudjunk élni. Így kérünk a betegekért, te gyógyítsd meg őket, és köszönjük azokat, akik már meggyógyulhattak. Imádkozunk a szomorkodókért, gyászolókért, te vigasztald meg őket. Kérünk, Istenünk, adj békét a háborúk helyett, és áld meg ezt a napot is a te kegyelmedért. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé a dicsőség örökkön örökké. Amen.